Nagy szeretettel köszöntöm a Kávéházi Randevú nézőit, ezúttal vendégem Vida Tünde. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan is mutassam be őt, vagy milyen titulussal apostrofáljam. Végül arra jutottam, hogy egy összefoglaló néven Vida Tünde újságíró. Nagy szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél. Örömmel tettem, és akkor hadd vágjam bele a közepébe. Annak idején, amikor még tényleg aktívan dolgoztam, akkor megesett, hogy Paksra, mert ugye Pakson élek most már több mint 34 éve, lassan 35 éve, kaptam levelet, úgyhogy Vida Tünde Paks, és megérkezett cím nélkül. Úgyhogy ha véletlenül titulust sem mondasz, az sem probléma. De az újságíró nagyon jó, mert én amikor 5 évvel ezelőtt váltottam, és az aktív újságírást háttérbe szorítottam, és volt olyan, hogy mondtam, hogy amikor én még újságíró voltam, és mondták, hogy aki újságíró volt, az az is marad, és szerintem ez rám is igaz. Igen, mert hogy ez egyfajta hivatás. Amikor idejöttél a beszélgetésre, rád nagyon jellemző módon, amit én imádok, kettő ruhát is hoztál. Mert hogy mindig nagyon figyelsz arra, hogy az alkalomhoz megfelel, meg hogy jól érezd magad egyáltalán abban, amiben vagy, hogy ez kifejezze az éppen aktuális hangulatodat és állapotodat. Na de mielőtt eljutnánk eddig, hogy hogyan is alkalmazkodsz egy-egy szituációhoz, hogyan lettél te újságíró, hogyan alakult ez az egész, hogyan csöppentél bele ebbe a világba? Gondoltam, hogy lesz ilyen kérdés, és gondoltam, hogy kitalálunk egy jó sztorit. De tulajdonképpen nem. Tehát nem álmodtam róla, nem is eszembe nem jutott volna, hogy én újságíró szeretnék lenni. Én ugye Pálfán nőttem fel, nem láttunk ilyen messzire. Tehát volt egy ilyen rövid kis lista, amiből az ember választott, kereskedelmi, közgazdasági, óvónőképző, mondjuk az ugye nálam nem jöhetett szóba, mert nem tudok énekelni, és akkor tulajdonképpen ilyen kizárásos alapon jöttem ide a Bezerédibe, és tanultam kereskedelmi szakközépiskolában. Mert hogy ide szexáltam. Igen. És soha nem dolgoztam a szakmában, de nem azért, mert nem tetszett vagy nem szerettem, hanem mert a sors más feladatokat adott először. És akkor ugye én korán szültem, tehát nekem már 30 fölöttiek a gyerekeim, és amikor Gyesről terveztem akkor már Pakson visszamenni dolgozni, akkor már alkalmaztam azt az egyébként általam sokat emlegetett elvet, hogy a problémákról beszélni kell. Úgyhogy én fűnek fának mondtam, hogy nekem le fog járni a Gyesem, és én munkát keresek. És akkor így értesültem arról, hogy három egyébként atomerőműben dolgozó szakember, de más területen szakember létrehozott egy rádiót, és hogy esetleg oda keresnek munkatársakat. És akkor én bekopogtam, és mondtam, hogy dolgozni szeretnék, és mondták, hogy műsorvezetőket keresnek. Jaj, mondom, de hogy nem, valami földhöz ragadtabb dolgot szeretnék. Én és mondták, hogy ilyen titkár? Igen, hogy gondoltam, hogy mit tudom, kell oda valami kis adástitkár, vagy valami kis ügyfélszolgálatos, és majd az nekem jó lesz. És mondták, hogy köszönjük, ilyen van, műsorvezetőt keresünk. És mondtam, hogy jó, akkor legyen, próbáljuk meg. És végül is aztán 3 hét után mégiscsak lett adástitkári feladat, de kiderült, hogy nem az az én világom. És akkor fél évvel azután, hogy elkezdtem rádiózni, az akkori József Attila, ma már Szegedi Tudományegyetemre jelentkeztem, elvégeztem a kommunikáció szakot, és szépen bedolgoztam magam, ha nem is a műsorvezetőségben, hanem ugye riporter lettem és hírszerkesztő, a helyi híreket vittem, és akkor jöttek a feladatok, tehát tehát nem lehet azt mondani, hogy az én pályám annyira tudatos volt. Megtaláltak a lehetőségek, vagy inkább észrevettem a lehetőségeket, és aztán utána pedig azt gondolom, hogy teremtettem is lehetőségeket. Tehát elkezdtem dolgozni az akkori Paksi Polgárnak, aztán Paksi Hírnöknek, a Tolnai Népújságnak, és akkor színesedett a portfólió sok minden egyébben. Régóta ismerjük egymást, régóta együtt is dolgozunk, viszonylag szoros közösségben, és kettő dolgot gondolok rólad, vagy ami mindjárt eszembe jut. Az egyik az egy mindig nagyon jó tanács, amit szoktál mondani nekem is, az, hogy ha az ember szeretne valamit, akkor elképzeli azt, és akkor fogadja be. Ugye? Hogy az történjen. Nagyjából, tehát, hogy valami ilyesmi. A másik, meg ami szerintem jellemző rád, hogy nagyon jól fel tudod építeni, hogy mit szeretnél, viszont emellett, amikor magadról kell nyilatkoznod, akkor van benned egy túlzott szerénység szerintem. És igen, tehát egy kicsit ilyen kudarckerülő tulajdonság ez talán. Nagyon jó egyébként, kudarckerülő vagyok. És kudarckerülő.
És lényeg a lényeg, amit ezzel szeretnék mondani, hogy én, amit látok a te életedből, én azt látom, hogy mindenre valóban nyitott voltál, és hogy megragadtad a lehetőségeket. Ez akkor abban az időszakban, amikor elkezdtél újságot írni, ez milyen volt? Mennyire volt nyitott ez a pálya? Mennyire volt alkalmazkodó? Azt gondolom, hogy vannak jellemzői ennek a pályának, és mégpedig olyanok, amiket úgy általánosságban mondanak. Tehát volt ez a vidéki újságíróként mondjuk nem lehet egzisztenciát teremteni. Lehet. És tényleg, tehát van bennem egyfajta kis hitűség, de szerencsére rendről rendre elérek egy olyan pontra, amikor megerősödik bennem, hogy én ezt tudom. Tehát, hogy amikor eljön mondjuk előadást tartani egy országosan ismert újságíró, bemutat egy filmet, és akkor azt mondja, hogy ilyet mi is tudunk. És igazából én ugye mindig azt mondom, hogy én ilyen tapasztalati ember vagyok, tehát hogy amit tanultam, azt tapasztalatból tudom, annak ellenére ugye, hogy megpróbáltam ezt iskola rendszerben is gazdagítani. Biztos, hogy az is adott valamit, de igazából azt gondolom, hogy amit tudok, azt inkább abból tudom, amit az elmúlt, mondhatjuk 30 évben már véghez vittem. És volt merészség is, volt, amikor olyan dolgot vállaltunk, amit nem tudtam biztosan, hogy meg tudunk csinálni, de meg tudtuk csinálni. És ami még ehhez hozzátartozik, ehhez a valóban van kis hitűségem, és tényleg nem szeretem a kudarcokat. Tehát ha én tudom, hogy 3 kilométert tudok futni, akkor 2,5-et vállalok, és 3,5-et futok. Vagy 5-öt. Mert hogy akkor mondhatom azt, hogy ez nagyon jól sikerült. Úgyhogy ez úgy végig ment a pályámon. Tehát volt olyan, amikor egy cégvezetővel tárgyaltam, hogy mi készítünk egy filmet, egy ilyen promóciós filmet, és megkérdezte a cégvezető, hogy tudjuk-e adni Blu-ray-en. Én meglevegtettem a pilláimat, és mondtam neki, hogy igen. Kijöttem, és az ajtó előtt fölhívtam az operatőr kollégát, és mondtam, Pisti, mi a túró az a Blu-ray? Tehát nem is ismertem. Soha senki nem kért Blu-ray-t tőlünk, mert az egy ilyen kis zsákutca volt technikai szempontból, és tudtuk adni, csak akkor én még nem tudtam. És ami még szerintem az én pályafutásomat jellemezte, az inkább az ösztön. Tehát, hogy bizonyos dolgokat nem tudatosan találtam ki, és mondtam azt, hogy leülök, és akkor most valami, kéne valami tök jó dolgot, nem tudom, én mondjuk a magyar nyelv megtartására ösztöndő dolgok, mi legyen, indítsunk örökségünk mozgalmat. Nem, hanem jöttek impulzusok, és abból született egy ötlet, aztán azt ugye megcsináltuk, megvalósítottuk, és akkor tovább gondoltuk. És ez az ösztön, ez még ami szerintem előre vitte a dolgaimat, vagy dolgainkat. Rengeteg dolgot csináltál, voltál MTI tudósító, dolgoztál a helyi tévéknek, a helyi rádióknak, dolgoztál országos platformoknak, filmeket készítettél, örökségünk mozgalmat vittél. Mi volt az, ami ezek közül a szerelem munka volt? Érdekes, ugye? Standard kérdés, igen, ugye? Igen, érdekes ebben a székben ülni, és megélni azt, hogy én hányszor tettem fel ilyen kérdéseket. És tudtam, hogy ilyen is lesz, mert persze, hogy lesz, de én erre soha nem tudok exakt választ adni. Az örökségünk az tényleg nagy szerelem volt, tehát az nagyon-nagyon sok élményt hozott, azzal eljutottunk ugye tényleg 5 kontinensre, nagyon sok határon túli barátom lett mondjuk így, kedves ismerősöm, olyan is, akivel lehet, hogy nem találkoztam soha személyesen, de mondjuk figyelünk egymásra, de olyan is ugye, akikkel személyes kapcsolat és barátság is született. Mindenképpen mondjuk úgy, hogy szerelem projekt volt a megyei imásfilm. Egy nem túl régi dolog, amikor a Tolna megyei önkormányzat megbízásából portrékat készítettünk példaképekről, én azt is imádtam, de vannak olyan apróságok is, amikor mondjuk bemegyek a Jövőnk Energiáért Térségfejlesztési Alapítvány irodájába, és meglátom a falon azt az installációt, egy kör alakú installáció, világítás is van benne, és középen a JETA logója, körülötte pedig az érintett települések címerei.
És tehát azt, hogy mondjuk ilyet, ilyen színvonalon évekkel ezelőtt megcsináltunk, tehát hogy még most is örömmel nézek rá, mert nagyon-nagyon jó mondjuk úgy marketing eszköz. Tehát, hogy ilyen apróságok is. De egyébként tehát nagyon sok olyan apróság, hogy elmegyek egy faluba, és még a mai napig emlékeznek rám, és a Nagy Dorogi Galambtenyésztők Egyesületének elnökével, a Jaksa Jánossal, nem tudom, én most csak mondtam egy példát, de ilyet nagyon sokat lehetne, hogy máig nagyon tiszteljük egymást, és mindig öröm mondjuk, hogyha találkozunk vagy beszélünk, de ilyen nagyon-nagyon sok van. Nehéz lenne. Én, amit a legjobban szeretek a te munkáidban, azok a portrék. Ez szerintem, hát, nagyon kevés olyan portrét olvastam, amiket te írsz. Mert hogy ugye most tévés beszélgetésben, egy portréban átjön a nézőnek az alanynak a személyisége, a műsorvezetőnek a személyisége, de ezt leírni, és ezt papíron úgy megmutatni, hogy azt érezze az olvasó, hogy milyen, az nagyon nehéz. Eredendően közel álltak hozzád a portrék? Tehát egyrészt nem veszett ki belőlem a mai napig az érdeklődés az emberek iránt. Nagyon szeretek beszélgetni emberekkel. A legutóbbi írásos portré Heyman Zoltánról készült, és nagyon kevés olyan személy vagy alkalom van, amikor nem sikerül úgy az elején egy kicsit, nem tudom, tehát hogy oldani a hangulatot. És vele is, tehát szerintem a második mondattól megvolt az a millió, hogy mind a ketten nagyon jól éreztük magunkat. Mindig izgalom egyébként, tehát egy portrét írni, mindig izgalom egy emberről írni, mert hogy ez nagyon érzékeny dolog. Érzékeny dolog mondjuk egy vállalkozásról, vagy egy eseményről is, de azért a legérzékenyebb szerintem, és tehát legjobban odafigyelni a portréra kell. És a minimált, tehát a hozni azt, hogy az korrekt legyen, az ugye tehát tényleg a minimál elvárás, de nagyon szeretném mindig, hogy amit mondasz, hogy benne legyen az eszencia. Hogy egy kicsit visszaadni belőle. Nem egyszerű, de tényleg nagyon kedvelem ezt a műfajt, és de a saját szófordulataimat már mindig, mikor leírom, jaj, Istenem, mondom. Ez már volt százszor, de rengeteg portrét írtam, készítettem, és van bennem olyan úgy a háttérben, és nem foglalkozom most vele, hogy egyszer visszagyűjtöm a portrékat, és valamilyen formában azt mondjuk közzéteszem papíron, nem érdekel, hogy már nem divat. Mert hogy van egyébként miből adni, ugyanis az Arcanum szerint te több mint 7000 cikket publikáltál, hozzátetted ehhez, hogy a saját neveden. Igen, igen, tehát, hogy minap megnéztük a kollégákkal, és valóban 7300 cikket jegyeznek a nevem alatt, de azért az életem során használtam írói álneveket is. Én tudom rólad, tudok a magánéletedről is. Ugye, tényleg régóta ismerjük egymást, sok mindent megbeszéltünk már. Tudom rólad, hogy hogyan élted az életedet. Sokáig egyedülálló anya voltál. Hogyan alakult ez, és emellett, hogy egyedülálló anya voltál, hogyan lehetett ezt a pályát vinni? Milyen volt? Mennyire nyomott ez téged, hogy ott van a két gyerek, akit el kell tartani? Nagyon érdekes, mert egyrészt ugye én nem szoktam már elkendőzni dolgokat, én kétszeresen elvált nő vagyok, ez tény, nem élem meg kudarcnak. Tehát kudarcnak azt élném meg, hogyha nem érezném jól magam. És azt gondolom, ja, és én nem mondok olyat, hogy ha még egyszer tehetném, akkor ezt vagy azt másképp csinálnék. Nem csinálnék semmit másképp, egyrészt nem is lehet. Másképp meg úgy gondolom, hogy az első férjemmel és a második férjemmel is voltak nagyon szép éveink és nagyon jó időszakunk, és úgy gondolom, amikor eljön a pillanat, és ezen nem lehet már javítani, változtatni, és tehát elromlott, de nem tudunk rajta javítani, akkor tovább kell lépni. És nem élem meg úgy, hogy nekem nehéz volt az életem. Nagyon érdekes, de visszagondolok, akkor
Amikor a gyerekeim első és ötödik osztályban jártak, én akkor váltam, és én akkor jártam az első egyetemre. Nem tudom, hogy hogy csináltam. Tehát fogalmam sincs sem időben, sem pedig mondjuk anyagilag. Azt, hogy én minden héten Budapestre mentem egyszer legalább, és két hetente pedig kétszer. És valahogy megoldottam. Igyekeztem biztosítani a gyerekeimnek, hogy ők ne érezzék ennek hátrányát. Igyekeztem figyelni rájuk, és ott lenni, tehát az életük fontos pillanataiban. Tehát, hogy mondjuk műsort vezettem az akkor még Fortuna Rádióban vasárnaponként 9-től 10-ig, bevágtam magam a kocsiba, és jöttem ide Szekszárdra, mert DNS kupán játszott a kisebbik fiam. Tehát, hogy nem tudom, hogy sikerült a nap 24 órájából többet varázsolni, de eldöcögtünk idáig, és úgy egészen jól sikerült. Tehát biztosan hamar önállóak is lettek, de nem vártam tőlük többet szerintem, mint az, aki normál családban nő fel. És igyekeztem. Tehát volt olyan időszak, amikor azért elég nehéz volt anyagilag, és akkor én mondjuk szórólapoztam. És a gyerekeim aludtak, ezt most lehet, hogy felelőtlenségnek tartaná bárki, a két gyerekem otthon aludt, de akkor nem voltak nagyon picik, én pedig hajnali 5 órakor mentem a paksi lakótelepen, és dobáltam be a szórólapokat a lakótelepi lakások postaládáiba, de takarítottam is a Fortuna Rádiót a kolléganőmmel váltásban, tehát hogy nem ijedtem meg a munkától, és ugye van az újságírásnak egy olyan nagyon jó előnye, hogy az eseményre el kell menned a megadott időbe, de feldolgozni valójában akkor dolgozott fel, amikor akarod. Tehát lehet hajnalban meg éjszaka dolgozni. Lehet még talán egy picit jobban testhez állóbb is az embernek, hogy egy csöndességben egy ilyen abban dolgozza fel, nem? A cikkeket. Mondjuk én a televíziós újságírást tartom úgy igazán magaménak, és mindig tényleg, tehát nagy csodáltal tekintek azokra az emberekre, akik ezt le tudják írni papírra. Rengeteget utazol. Tehát nagyon impulzív a személyiséged. Nyilván ahhoz, hogy ilyen tudsz lenni, meg hogy mondjuk az életedet így tudtad vinni, és hogy a gyerekeidet így tudtad terelgetni, ahhoz hozzátartozik az, hogy szerintem egyébként baromi fanatikus vagy. De tényleg. Tehát ezt máshogy nem lehet csinálni. Csak úgy, hogyha az ember ezt szereti, imádja, és ezzel él, ebben él, ebben az egészben. Rengeteget utazol, nyilván ezek alatt, az utazások alatt is érnek téged benyomások, amik ezt az egész impulzivitásodat táplálják. Merre jártál legutóbb? Csak röviden? Próbáljuk meg röviden, bár tudom, hogy nehéz lesz. Igazából egyébként, hogy miért fér bele, szerintem azért, mert nálam nagyon kevés az üres járat. Tehát én a hétvégéimet is igyekszem nagyon jól beosztani, és az utazáson kívül még ugye például a szenvedélyem a lovaglás, ugye a szenvedélyem, ezt talán túlzást nagyon szeretem, és a tánc, újabban most egy másik műfaj, de ugye az utazás is. Mondjuk legutóbb, ami egy-két meghatározó dolog volt, ugye Marokkó, ott lovagolni voltunk, Erdély visszatérő dolog, ott is a csíksomlyói lovaszarándoklaton már több alkalommal részt vettünk, és ugye én nem ez a tengerparton nyaralós típus vagyok, nem mondom, az is nagyon jó, és néha nagyon jól esik 3-4 napig teljesen kikapcsolni, most már ezt is tudom, de a hegyek és az ilyen vadregényes dolgok jobban vonzanak, úgyhogy a Szovjetunió utódállamait kezdtem felfedezni, és remélem lesz még alkalmam tovább. Jártam Grúziában és Kirgizisztánban, és tényleg nagyon érdekel. Úgyhogy ezek voltak a legmeghatározóbb útjaim az utóbbi időben. Volt egy merész is köztük, amikor mászni kellett mindenfelé. Az hol volt? Hát igazából Kirgizisztán is kemény volt, mert ott volt egy 4000-es hágó. Az volt, amin nagyon aggódtál előtte, hogy volt. Igen, mert hogy ugye egyrészt el kéne fogadni azt is, hogy az ember öregszik, és ugye én 55 éves múltam, és Kirgizisztánban mindenki a gyerekem lehetett volna, egy utitársamat kivéve. Jó, mondjuk volt olyan, aki határeset, tehát nagyon korán kellett volna kezdeni, de
Tehát ilyen 20-as, 30-as éveikben járó fiatalokkal voltunk, és szerintem nem vagyok hisztis, de az út első napjaiban mondtam, hogy én majd később fogom eldönteni, lehet, hogy a szállodában fogok 3 napig inkább ülni, feküdni, vagy nem tudom én mit, de hogy én nem vagyok benne biztos, hogy én 10 kilós hátizsákkal 3 napon keresztül tudok hegyet mászni, és képzeld, megcsináltam. És akkor utána még volt egy másik merészvállalkozás ugyanezzel a csapattal, kezdő Via Ferrata. Az egészen jól hangzik. Megnéztem a képeket, csodálatosak voltak a hegyek. De én nem néztem, hogy ők lógnak mindenféle drótkötélem, meg karabinerem, meg stb. Úgyhogy nagy merészen elmentem Via Ferratázni. Na, ott volt még, amikor az életemért küzdöttem, és volt egy szó szerint, csak azért nem jöttem vissza, nem is szeretek feladni ugye dolgokat, de csak azért nem jöttem vissza, mert volt egy patak, ami annyira széles volt, hogy mondtam, hogy én az segítség nélkül, én azon nem tudok átmenni. Mert a felfelé menet úgy mentünk át, hogy a srácok átugrották, tudod, ilyen labilis köveket kell elképzelni, és akkor egy ilyen husángot úgy kinyújtottak, mi azt megfogtuk, lányok, és átmentünk. De mondom, ha velem nem jön vissza senki, akkor ugye képtelenség lesz, hogy én a patakon átkeljek, úgyhogy tovább mentem. És persze örülök, hogy ezt megtettem. Két nagyon nagy tanulsága volt, a nagyon nagy az idézőjel, az egyik, hogy az imbolygó köveken nem vagyok túl jó, a másik, hogy abszolút nincs tériszonyom, tehát jöhet bármi. Hát egy kicsi edzettség azért nem ártott volna, de túl vagyunk rajta, és nem mondom, hogy soha többet nem megyek sziklát mászni. Ha valaki megnézi a közösségi média oldaladat, akkor láthat remek fotókat, csodás tája karnyújtásira címmel is. Fotózol is most már, ugye? Persze, egyébként nagyon régóta, szerintem tehát amikor bejöttek a digitális fényképezőgépek, én vettem egy Fuji Finepix 1,3 megapixelre képes fényképezőgépet, és én akkor kezdtem fotózni. Most ugye munkámból kifolyólag is feladatom, hogy készítsek fotókat. Mert hogy mi, most azért mondjuk el, hogy mivel foglalkozom most. Hát ugye én 5 évvel ezelőtt csatlakoztam a Paks 2 szakembergárdájához, és ott dolgozom a kommunikációs igazgatóságon. Atomenergiával régóta foglalkozom, mélyebben a 2003-as üzemzavar óta, és úgy egyenes út vezetett. Én mondtam, hogy ha én egyszer az újságírói pályát elhagyom, de ugye nem hagytam el, mert szerencsére ez úgy integrálva van a feladatunkba, és azt mondtam, hogy ha én valahova elmegyek, az atomenergia lesz, és lám, lett is, csak bele kellett képzelni magam, hogy utaljak vissza a korábban mondottakra. És akkor ugye egyrészt a kollégáinkról is készülnek fotók, másrészt ugye a beruházásról is, és mindig a zsebemben van a telefonom, és azért használok jó kamerával rendelkező telefont, mert nem akarok cipelni fényképezőgépet. És nagyon sokszor, amikor elindulok, azt mondom, hogy nem veszem elő, nem fogok fotózni. És akkor egyszer megtörténik, látok valamit, előveszem, és onnantól el vagyok veszve, végig fotózom az egész kirándulást, és a barátaimnak van olyan fotósorozatuk, hogy én hasalok egy-egy ibolya, hóvirág, gomba, nem tudom én mi előtt, mert képes vagyok lefeküdni azért, hogy legyen egy jó kép. És ez pedig egy kicsit ilyen népnevelés, vagy nem is tudom, minek nevezzem, azt, hogy nem kell elmenni a világ végére. Én elmegyek, nagyon tetszik, nagyon szeretem, nagyon jól érzem magam, de ugyanilyen jól érzem magam a Sánchegyen, vagy a Tengelici erdőben, vagy még sorolhatnám Szálkán, és járjuk a környéket, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat, remek kirándulásokat teszünk. Van egy kedvenc mondásom, ami szerintem közös mondásunk, vagy inkább így mondanám, van egy kedvenc közös mondásunk. Ez a lehetőség csak azzal táncol, ugye, aki odaáll, hogy tehát csak azt tud a táncparketten pörögni, aki fölmegy a táncparketre. Min dolgozol most? Mi a következő? Mert hogy mindig van valami. Tehát ugye már említetted, hogy össze kéne foglalni kötetbe a portrékat. Ez nyilván megvan egy gondolatban, gondolom, hogy meg is fog valósulni, mert ha valamit így eldöntesz, akkor ezt úgy meg szoktad csinálni. Mi az, ami
őszinte leszek, tehát át akarom helyezni a hangsúlyokat, tehát nem akarok világot megváltani már, ami nem jelenti azt, hogy nem fogok tehát bele valami új projektbe, de és most olyat fogok mondani, amit te még nem tudhatsz, 50 fölött tényleg az ember rájön, hogy az idő a legfontosabb, és szeretném a szabadidőmet nagyon-nagyon jól tartalmasan tölteni, és egy kicsit mondjuk a munkából visszavenni. De csak úgy, hogy tehát amit csinálok, azt szeretném jó minőségben, és úgy, hogy jó légkörben, úgy, hogy az élvezetes legyen. De én úgy gondolom, hogy eljön az az idő, amikor az embernek tudni kell mondjuk a második sorba hátralépni. Nem állítom, hogy nem lesznek projektjeim, de tervezni különösen nem tervezek. Egyébként ugye mondtam, hogy ösztönlény vagyok, tehát hogyha belefutok valamibe, és egyébként persze a legjobbkor kérdezed, mert pont tegnap beszélgettem az egyik kollégával, és 3 perc alatt kitaláltunk valamit, amit lehet, hogy meg fogunk valósítani, de azt most nem árulom el. Tehát hogy lehet, hogy jönnek dolgok, de tudatosan nagy projektet nem tervezek. Érdekes különben, hogy mondod, hogy ösztönből valóban biztos van benned egy ilyen elég jó ilyen kis jelző, ilyen kis radar, amivel így ösztönösen ki tudod választani azt, hogy mi az, ami neked ad, meg amibe te is bele tudod adni a saját tudásodat. Viszont azt tegyük hozzá, hogy te azért egy nagyon... Hát nagyon jól tudsz tervezni. Tehát egyrészt már ez a cikkek felépítéséből is ugye látszik, hogy tök jól struktúrált az egész, tehát hogy nagyon logikusan gondolkozol, hogy nagyon, tehát hogy tényleg nagyon hatékonyan tudod így előre az adott projektet, vagy azt, amit éppen csinálsz, megtervezni. A hatékonyság egyébként nagyon érdekes, mert most, amikor legutóbb jártam egyetemre, ott is volt, hogy kellett a személyes brandünk építésével foglalkozni. A Metropolitan Egyetemre jártam marketinget. Hát igazából január 30-án vagy 31-én államvizsgáztam. És most valami marketing szaktanácsadó, vagy milyen helyes kis titulust szereztem, és nagyon kedves emberek ismeretségét, barátságát, meg, és azért reményeim szerint elméleti tudást és jó kis praktikákat is. És amikor a személyes brandépítésről volt szó, nagyon érdekes, hogy úgy érzem, hogy nem annyira látom magam, tehát hogy magamat nem látom jól. Amikor elmondtad, hogy tudatos vagyok, én meglepődtem, nem érzem magam annak, és a hatékonyság viszont igen. Tehát azt szoktam mondani, hogyha egy szóval kéne jellemezni magam, az a hatékonyság. Tehát azt látni kéne, hogy amikor én hazamegyek, előveszem az egyik lábast, a másik lábast, a fazekat, a nem tudom én mit, közben, tehát hogy én mindent is csinálok egyszerre, és azért, hogy legyen szabadidőm. Tehát, hogy leginkább ez a dolog az, ami szerintem engem jellemez, a hatékonyság, és azért a munkában is igyekszem, hogy hatékony legyek, és erősíteni azokat a területeket, amiben úgy gondolom, hogy az pedig ráfér, tehát azért mondjuk a pontosság, minőség, arra is hangsúlyt kell helyezni, úgy gondolom, annak ellenére, hogy tényleg most minden a gyorsaságra hat, és minden arra ösztönöz. Én köszönöm szépen. Sok sikert kívánok a mindenféle tervhez, és nagyon várom személy szerint, hogy a portrékat egy kötetben olvashassam, mert nagyon izgalmasak. Hát jó, akkor ígérni nem ígérhetek, időpontot semmiképp, de azt, hogy olvashatod, azt mindenképpen én köszönöm a meghívást. A nézőknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is találkozunk. Szép napot kívánok!